Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és jöjjön Ivara, a harcos íja. Ezt jelenti a neve az északi népeknek a ö, ősi nyelvén, tehát a harcos íjat. Ám magát a karaktert mégis Robi Hoodról mintázták, de azért mégis jó, jó kapcsolat van. És ezt kell mondjam, hogy Ivara az tényleg ilyen Robi Hoodos, Sok minden tud, amit Robi Hood tudott, például lopni és íjazni, és ennyi. Minden esetre a az egyik meglepetés frame a három újabb frame közül, gondolok itt el a bukongra, ugye, a másik kettőnél, és számomra talán a kedvencem is a három új közül. Szeretem mind a hármat, nem arról van szó, de hogyha nagyon így válogatni kell, akkor az ivarát választanám. Azt kell mondjam, hogy lusta frame is, de aktív frame is. Attól függ, hogy hogyan választod meg a játék stílusodat. Tudsz vele Jól lustálkodni a pályán, az tény, kb. nem csinálni semmit, és mégis elsőnek jönni ki, ki a számba és a többi, tehát Ivara erre is képes, de ugyanakkor az összes képességét lotba vetve egy igen aktív játékot is tud csinálni ebből a szempontból. Na szóval, <laughs> lássuk, hogy hogyan szerezheted meg Ivarát. Na most a kislány az a pain in kategóriába tartozik, mert megszerezi nem egyszerű, ugye csak és kizárólag spy mission dobja. Én nem tudom, a borsorosek miért erőltetik ezt a spy mission -t. tényleg jó küldetések a spy -ok, de olyan egy idő után. Na, mindegy, a szisztemet megszerezni spy mission lehet, ami az 1 és 15-ös szinten tehát például a földön uh, elmész és spy mission az úgy 30 al és a szerencséd van, kidobja a szisztemet. Tehát 1 és 15 szint között lehet megszerezni a szisztemet. A késziszt, azt 15 és 25 szint között lehet megszerezni, ugye, spy mission-öken. A helmeted blueprintet, ha bár a blueprintet, ha jól tudom, mindegyik szinten dobja, de a helmet blueprint uh, 25 szint vagy fölötte lehet megszerezni. Most igen, itt jöhetnének, hogy hol dobja jobban, melyiket dobja jobban. Na most úgy mondom, hogy nekem a szistemet kidobta egy a 20 nekifutás után a földön. A kisiszta a Saturnuson dobta ki, egy olyan szinten ilyen 15 nekifutásnak. A helmetet pedig szintén egy olyan 30 nekifutásnak kidobta végül a... Nem, a Pluton dobta ki a helmetet, és a blueprintjét pedig a. Ne, nem, azt is a Pluton. Igen, igen. Tehát helmet, helmet uh, blueprint az a Pluton született meg. Uh, nekem, na most nagyon macera volt, sokat kellett menni Spy pro leszel, amire kiformod az ivarát. Nos. Jut, térjünk rá a képességekre, ne is húzzuk az időt, és ez Ivarán, a, Ivarán, ez, ez tényleg van neki egy nagy zsák, és abban benne van minden, és ettől is nagyszerű ez a karakter, mert nagyon sok választási lehetőséget ad. Jöjjön a, az első képesség, Kujvör, uh, névre hallgat, mindegy, a lényeg az, hogy van neked... Többféle így ad az első képességedre, az egyik az láthatatlan uh, bubithoz körülötted, ugye? A második képesség az um, egy ilyen uh, kötelet hoz létre, amire föl lehet menni, és gyorsan haladni még láthatatlanba is. Uh, és onnan szétszerelni, ilyen szniperelni az ellenfeleket nagyon hatékony, hasznos időnkénti képesség, tulajdonképpen, hogy így eltűnj az ellenfelek szem előtt, vagy egy defense mission olyan helyekről lebb meg az ellenfelet, ahogy hogy te, jól esik, tehát igazából a fantáziádon múlik, hogy hogyan használod föl. A harmadik képesség az ilyen zajt kell tulajdonképpen, ilyen ellenfél figyelem elterelés című történet, és a negyedik így pedig az elhaltat. Na most ezeknek a kombinációi tényleg úgy használod, hogy jól esik. Például én Defense vision úgy szoktam, hogy láthatatlanból itt belövök magam és egy jó elős fegyverrel abból kilövök, és aki elmegy mellettem, az úgy meghal, mert igazából nem lőnek vissza. Tehát iszony, iszonyatosan öm, hasznos öm, képesség. A, például a Dracora, a kötél képességével, az, azt szoktam csinálni sokszor, hogy így kilövöm valahol magasra, a felmászok, és akkor onnan föntről szedegetem le őket, mert hogy miért ne. Szóval lehet vele lustálkodni bőven, azt kell, hogy mondjam. A zaj, zaj képességet, mert vagyis ezt a zaj íjat, ezt a, a, annyira nem szoktam használni, ezt az annyilat, mert nem szoktam nem tudom, ez val valahogy nem felesztett. Haszna biztos lenne, csak nem biztos, hogy ebben a játékban, hogy azt kell mondjam. Viszont az altatói, az elképesztően hasznos, és íme az első tip: Az altatói nagyon-nagyon jó lehet vele, ugye affinity bónuszokat csinálni egészen 500 százalékig, Ez azt jelenti, hogy hihetetlenül jó lehet ivarával fókuszpontokat farmolni, akár egy sima extermination mission és betalálod az ellenfelet, beadhatod, és utána egyszerűen kilövödőket, vagy finisherrel kivégzed őket. És, és már is ugye elértünk gyakorlatilag a egyes képességnek a felszámolására. Azt kell hogy mondjam, hogy Hatnak rá erőmódok is, és hatnak rá range modok is, és időmódok is némi képességre, de azt mondom, hogy hát a range és idő az, ami a leghasznosabb uh, ebből a szempontból. Az a láthatatlan éjjel nem csak magadat tudod láthatatlanná tenni, hanem a társaidat is láthatatlanná tudod tenni rájuk lövöd és ha mozognak, a, hogyha nem futnak a társaid éppen, akkor láthatatlanok tudnak, láthatatlanok maradnak az éjattól addig az időtartamig elképesztően hasznos. Például ledown-on egy társad, oda kell menni felszedni, oda lősz egy íjat, láthatatlanba mennek, és halálnyugodtan nyugodtan fel lehet szedni, senki nem fog uh, rájuk lőni. Na most, ha valamit kihagytam, akkor írjátok le elég sok az adatról. Ja, amúgy van egy olyan a konkláve módban null shield arrow, ezt a kötelet helyettesíti, és azt csinálja a konklávéban, hogy lecsökkenti az ellenfélnek a shieldjét, és négy másodpercig megakadályozza, hogy újra töltődjön. Nem rossz csak a konkláve pörgősségéhez, nem tudom, hogy mennyire illik oda, de egy ilyen csapdának lehet, hogy be lehet rakni, nem próbáltam még a konklávéban az ivarát. Na most, a második képessége a navigátor, és azt kell mondjam, hogy minden warframe van egy kevésbé hasznosabb ö, képesség is, és azt hiszem, hogy Ivaránál ez, ez a navigátor lenne. Bármelyik iát, amelyiket ki tudod lőni, egészen a négyes képességig, ugye, akármilyen íját kilősz, ö, át lehet venni fölött az irányítást, és, manuálisan lehet ö, gyorsítani, és kapsz egy ö, kettő, ö, egy ötszörös Damage Multiplier-t, szóval gyakorlatilag így átmész az embereken és egy ilyen ötszörös Damage multiplierrel rel őket. Macera, és nagyon óvatosnak kell lenni veled, akkor lőd el, amikor olyan helyen van, nem lőnek rád az ellenfelek, vagy éppen láthatatlanságban lövöd magad, mert ha nem, akkor míg irányítod az éjat lelőhetnek. Azt hiszem, de lehet, hogy azóta ezt már ki és már nem lőhetnek le, nem vagyok benne biztos. Na, nem szoktam használni ezt képességet, annyira nem érzem használt. Minél több ideig vezeted amúgy a, ezt a nyilat, annál több energiát fog fogyasztani. Harmadik képesség. Szóval nem elég az egyes képesség, amik láthatatlan tud lenni, a harmadik képesség az gyakorlatilag láthatatlan. Hát ez egyetlen apró hátránya van, de mégse baj, hogy hátrány, mert olyan előnyöket szerzel vele, hogy csak na. No? No. a harmadik képesség láthatatlanba tesz, és energy drainer, szóval folyamatosan fogy az energiát, miközben mozogsz, vagy éppen láthatatlanba vagy, viszont lelassulsz tőle. Amivel még nincs, nincs is annyi baj, viszont cserébe ad egy 1,4-szeres headshot szórzó, tehát Gyakorlatilag, uh, ha fejbe löved az ellenfeleket, kapsz egy 14 es headshot-szorzatot, tehát gyakorlatilag OP lesz, -e Lesz fak, azt kell, hogy mondjam. Uh, láthatatlanban viszont a lassú ugye, meg megvan a hátrány. Viszont nem is akkor kell, ha az nem úgy kell végigmenni az egész pályán, hogy uh, láthatatlan vagy, hanem amikor szükség van rá, vagy úgy látod a radaron, hogy láthatatlan kell, látmész, láthatatlanban leszhetsz mindenkit. És megint csak egy nagyon jó képesség fókuszpontok formulására és stelzkének fel halmozására e, gyakorlatilag. Nem beszélve arra, hogy láthatatlanban az ellenfelek közelében lopsz, mint Robin Hood, oda megy, és addig, megölli őket, gyakorlatilag kirabolja éppen ottól, ami, ami van. Na most erre a képességre természetesen hadnak damage modok, mint az intensify, és hadnak range modok, mint a stretch vagy overextended, stb. Nos, e, nagyjából ennyit a hármas képességről, megint csak az olyan, mint a Loki az ivara egy kicsit, a a kombinációidon és a fantáziádon múlik, hogyan tudod kihasználni ezt a Warframe-et, és szerintem nagyon jó változatos frame, és de én, én nem de én nagyon megszerettem, azt kell, hogy Nos, a következő képesség, és egyben a legbonyolultabb, és el kell magyarázni egy csomó mindent róla, hogyha valamit kívánnék, srácok, akkor Toljátok le, kérlek, a komment szekcióban. Az pedig a negyedik képessége, hogy az Artemis Ball, na most ez, ez tök jó cucc, felhúzza az ilyet, és így pff, egy csomó nyilat kilő, és tényleg ilyen pff, zúzda ellenfél tömegeket tudsz vele lezúzni, és, és kurva jól néz ki. És azt kell mondjam, hogy emiatt az Ivara visszahozta, így a, hát nem visszahozta, és sose voltam egy ilyász fickó játékokban, de az Ivara az nagyon uh, meghozta a kedvemet arra, hogy ilyászkodjak, mert, mert nagyon jó vele játszani, és így jó íjjász karakter, és emiatt nagyon megszerettem. Na most! Van neki egy 160-as alap strength -e, de természetesen ezek mind-mind feljönnek szorzókkal, és most megpróbálom ö, elmagyarázni, hogy milyen szorzókkal jön fel, ha valamit elrontanék, akkor bocsika. Amúgy egy lövés 15 energiába kerül, szóval olcsó is, azt kell mondjam, lehet vele zúzni rendesen. A másik pedig, hogy Kurva sok energiája van alapból az ivarának, alapból is. Egy flow-val, primer flow-val aztán elképesztő ö, mennyiségeket, lehet, ö, elképesztő energiafelhasználási lehetőséged lesz, és minden képessége elég olcsó, szóval nagyon. Ö, igazából nagyon is szám, számolni kell ivar a képességével, ezért is kapott szerintem nagyon sok energiát, hogy felhasználáson. Szóval, négyes képesség, re. Milyen effektjei vannak, tehát milyen damage multiplier vannak a négyes képességnél, Tehát vannak ilyen 80%-os puncture, 10% impact, 10% slash a Wikipédia szerint. Na most. Uh, hatnak rá az i modok, hatnak rá a rifle modok, de nem mindenféle rifle-ma Tudom, hogy sokan itt beüzelik, berakják a kedvenc kis dredgyüket, vagy Paris Prime-jukat, vagy valamit, és agyon van modolva mindennel. Az igazság az, hogy Uh, ebből nem minden hat úgy, ahogy ma, ha, a hat. Javaslom például, hogy rifle-re is, íra e is, akármit beraksz neki, kivéve talán sniper, sniper annyira nem uh, jó, de hogyha egy, ha neki egy íjat, e mint fegyver, vagy egy rifle-t, amit fegyver, javaslom, csinálj egy olyan bildet, de csak és kizárólag ivara bildet, ami nem feltétlenül damage nagyon az ellenfeled, de viszont ivará ultiával együttműködve, együttműködve, nagyon jó uh, kapsz. Ezért sokan szeretik a Paris Prime, hogy ok Dreadet használni az ivarával, mert a Dreadbe és a Paris Prime is alapvetően belekerülnek olyan fizikai és elementális sebzés uh, modok, és nem nagyon kell agyon modolgatni a, a, azt a bizonyos... Uh, Paris Prime-on vagy, fegyve, vagy éppen valamelyik kedvenc rifle de nem nagyon kell átmodolgatni ahhoz, hogy mégis megfelelő damage-et hozzá ki belőle. Ezért is sokan használják egy dreaddel, egy Paris prime vagy nem tudom, akár egy tonkorral is szoktam én használni, vagy színnai Simulonral, vagy tehát ilyesmikkel is szoktam használni, és így is kifejezetten, kifejezetten jó damage lesz. Szóval, milyen uh, dolgok hatnak rá? Ugye az alap... Uh, alap damage modok, mint például a Serration, vagy nem tudom, French Fusilade, vagy mondtam valamit, ezek hatnak rá, ugye a Heavy Caliber, tehát ilyenek hatnak rá mindenképpen. Az elementál modok is hatnak rá, ugye a fizikai sebzés modok hatnak rá, a Multishot modok hatnak rá, a Punch Through hat rá, tehát azért van, hogy lehet kifezetten egy billet csinálni, kifejezetten Ivara ultira. Tehát berakod, itt szer heavy caliber, hammer shot és point strike és nem tudom, mindenféle ilyen kritikus chances modok, status chance modok, berakod őket és az ivara ulti egy kicsit szárnyolni fog. De használhatod a jól megszokott dread buildedet, mert az tele van ilyenekkel és akkor tessék, nesze ivara ulti szárnyolni fog, de tényleg. Uh, az ultiával, ha belerakod a split chambert, akkor összesen kilő kb. 13 íjat. És ha tehát, hogyha felhúzod fullra az éjat, akkor elfordítja ugye függőlegesbe, és gyakorlatilag függőlegesbe, pff, mint a szar kilő uh, mindenkit. És azt kell, mondjam, hogy mindegyik így, tehát mindegyik nyíl, amit kilő, 25%-os critical chance van, és kétszeres critical multiplier rel és mindez hozzáadva az alapsebzéshez és a felerősített ugye fegyvermodokkal együtt elképesztő adatokat szokott kiírni az zivaraulti, de tényleg nagyon-nagyon beteg. Viszont vannak modok, amelyek nem hatnak rá, mint például a tipikus Assault Rifle modok, mint például a Fast Reload, vagy mi a pöcsöm, a Fast Reloadnak mi a mod neve, nem tudom, tehát a gyorsúra töltés, a tipikus shotgun modok, mint a shotgun ammunition vagy éppen a sniper modok, amik ilyesmi, a rifle amp, ezek tehát így nem hatnak rá, szóval ezekre vigyázik el, hogy ebből szempontból mi fegyvert adsz a, mm. ö, a, kezébe. De ezért is, ezért is használják szerintem alapvetően ösztönből a játékos egy ilyen dreddel, vagy, vagy donkora, valamiben, amiben olyan modok vannak, olyan fizikai modok és olyan státuszmodok, amik meg többszörözik ezt a bizonyos ultit. Na most, ö, nagyjából alapvetően azt kell mondjam, hogy... Ö, ennyi lett volna az ivar. Ha valami nagyon fontos kiadt volna, akkor, akkor javítsátok ki, vagy írjátok le kérlek a komment szekcióba. Viszont most jöjjön, hogy én hogyan bildeltem, és ne felejtsétek el, hogy hát a bildelés egy személyes dolog, mindenki úgy bildelő, hogy neki tetszik, és az ő játékstílusához. stílusához mértem. Na most akkor ugorjunk át az űrhajóba. Nos, srácok, Ivarát én így bildeltem föl. Ha ránéztek itt az erő részlegre, 111% idő, 130 efficiency, kurva sok energiája van, 760, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ez elég lesz igazából mindegy. 145 range, úgy érzékeltem bőven jó, és kihúztam egy kicsit erőre, mert hogy miért ne élveznem ki az ulti által nyújtott előnyöket. Um, Szóval, Energy Siphon ugye alap Aura modnak, és uh, bele kell, hogy menjen, tehát egy minimum 3, de a 4 lenne a jobb forma, úgyhogy én most kettőnél járok, még kettő bele fog menni, azt mondom, hogy a ivara akkor kezd igazán úgy kitejesni, hogy minden olyan mod belefér maxosan, tehát mint például az Endurance Drift uh, belefér maxosan, és akkor mindig minden rendben lesz vele, de azt kell mondja, ez az a frame, hogy megéri belerakni, úgy gondolom azt a négy formát, szóval. Ugye continuity azért a kis időért, amit elvesz a Transistant fortitude, és hogy felhúzzam 100% fölé, stretch azért a kis range streamline is ugye azért a kis efficiency-ért, flow, hogy legyen miből, power drift, hogy legyen még erősebb, és az intensify Transistant power drift. Tehát semmi nagyon extra, adtam neki egy kis shieldet, ha bármi ilyesmi volna, akkor ne essen el. Úgyhogy ez lenne az én ivora bildem, azokkal ilyen adatokat lehetett kihozni. Tehát ugye például az útinál az alap 160-as erőből vagy 304-es lett és minden képességére egy kicsit erősítettem gyakorlatilag, kivéve ugye a navigátort azt nem is szoktam használni, de így alapvetően minden képességének kis uh, erősítés van. Na most ugye emellé szoktam sokszor használni a dreadet, mert fókuszpontokat jó vele farmolni, és emellé pedig ez uh, a dread buildem gyakorlatilag ahhoz, hogy uh, még hatékonyabb legyen az a bizonyos ultimate képesség. Többnyire Grinnyért szeretek ölni, azért is korrozív, de hát mindenki a damage-re húzza, amilyet szeretne. Na most ennyi lett volna az ivara, én köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!